kívánok, szervusztok! Én is szeretettel köszöntöm mindenkit a sajtótájékoztatónkra prezentációnkon. Én hoztam egy kb. Egy perces összefoglaló kis ízelítőt is a csatorna kínálatával. Azt szeretném, hogyha akkor ezt most megnéznék, mielőtt a szöveges beszédembe kezdtek. Találkoztatok már elektromos szikrát adó székkel. Ja. Ráhúzok egyet. A közmédia archívuma ez egy olyan felbecsülhetetlen érték, amit már sokan sokféleképpen próbáltak felértékelni, de a mai napig nem sikerült egy olyan mindenki által elfogadható értékbecslést kitalálni, létrehozni, amivel forintban, értékben meghatározhatnánk, hogy mennyit is érez. Ez elsősorban azért van, mert a mi archívumunkban őrzött televíziós műsorszámok megismételhetetlenek, soha újra elő nem állítható. Hogyha ezek valamiért megsemmisülnének, akkor nincs az a pénz, amiért ezeket újra elő tudnánk teremteni. Igaz ez akár a hírműsorokra is, de a magazinműsorokra, élőműsorokra, a fikciós sorozatokra, minden műsorunkra igaz, hogy ugyanúgy még egyszer nem fogunk tudni előállítani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az archívum, hogyha mi azt csak őrizzük, akkor egy raktár, és akkor lesz igazán értéke, hogyha ezeket a régi tartalmakat újra eljutatjuk a fogyasztókhoz, a közönség részére. Az MTV a megalakulása óta a tartalom kereskedelmi politikánkban eddig különböző DVD kiadványokkal próbáltuk a legnézett, a legkedveltebb műsorokat újra eljutatni a fogyasztókhoz, illetve most már a digitális világban, on-demand, egyedi lehívásos alapon adtunk tartalmakat különböző szolgáltatóknak. Most ez egy újabb tartalom kereskedelmi lehetőség, hogy az archív tartalmainkat egy lineáris műsor folyamán fűzzük össze, és ezt kínáljuk a kábelszolgáltatók, illetve műsorszolgáltatók felé, hogy jutassák el a közönség a végfelhasználók irányába. Hogy miért is most, annak több magyarázata is van. Az M1 csatorna gyakorlatilag nem sugároz már archív tartalmakat, kivételt képeznek ez alól az ünnepnapok, jelesnapok. Az M2 csatorna pedig most már Magyarország egyik vezető gyerek csatornájává alakult, úgyhogy ott sincs helye az archív műsoroknak. A Duna és Dunavölgy csatorna sugároznak archív tartalmakat, de csak nagyon korlátozott mennyiségben, és a mi archívumunk pedig, ahogy azt Medvecki Balázs is mondta, akkora mennyiség, olyan sok tartalom, hogy végeláthatatlanul tudnánk vetíteni, mutatni a régi tartalmainkat. És ezért is született meg most ennek a lehetősége, hogy december 15-én elinduljunk ezzel az új csatornával. Egy kicsit másképp, mint ahogy azt eddig láthattuk. Hogy miért is fontos, és miben különleges ez a csatorna, én nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ezen a csatornán, ez a csatorna ez nagyon egyedi tartalomkínálat lesz, semmelyik másik tartalomszolgáltatónak nem állnak rendelkezésre ezek az archív anyagok. Ezek megvásárolhatatlanok a piacon, és ezt az MTVA nagyon tudatosan kezeli is. Már az első pillanattól kezdve nagyon nagy érdeklődés volt a tartalmainkra a különböző kereskedelmi szolgáltatóktól, de készülve erre a csatornára, ami teljes műsorszámokat nem értékesítettünk, sőt az MTV megalakulása előtt már az ERT sem értékesített, de teljesen biztos, hogy olyan tartalmat kínálunk a nézőknek, ami sehol máshol nem fog megjelenni, nagyon régóta nem volt már a képernyőn, és nem utolsó sorban ezek magyar tartalmak lesznek. Azt gondolom, hogy Magyarországon a magyar nézők nagyon-nagyon ki vannak éhezve a magyar tartalmakra,
És amit mi kínálunk, ez a Régmúlt Idők szórakozásai, ez egy szórakoztató, tematikus csatorna lesz. Ugyanakkor mindenféle műfaj meg fog jelenni a csatornán. Nem csak filmek, hanem különböző szórakoztató műsorok, magazinok, vetélkedők. És az eddigi gyakorlattól eltérően nem csak leporolni kívánjuk ezeket a tartalmakat, hanem azt szeretnénk, hogy azokat a műsorokat, amik egyszer már bizonyítottak, újra lendületbe hozzuk. A klasszikus alkotások visszaidézése mellett annak a generációnak is örömteli szórakozást nyújtunk, akik csak hallottak a 60-as, 70-es, 80-as évek meghatározó műsorairól. És azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony már a 90-es évek is a múltból tekint vissza ránk. Talán senki nem gondolná elsőre, hogy a Bonanza Banzáj máig élő slágerei 1989-ből való, hogy az István a királyt az 1984-ben sugározta a köztelevízió. A legsikeresebb rajzfilmek is a 70-es, 80-as évekből maradtak ránk, és bizony IT-vel is már 32 éve találkozott a közönség először. Az idők folyamán ugyanakkor nem változik a dráma, a romantika műfaja, és nem változnak meg a 20 évvel ezelőtti vetélkedőkre a helyes megfejtések sem. Ezek még mindig ugyanazt az izgalmat és élvezetet nyújtják, mint az első vetítés alkalmából. Ahogy már említettem is, hogy a kis összefoglaló videóban is látszott, nagyon vegyes lett a tartalmi kínálatunk. Akár csak egy országos lefedettségű földfelszíni csatornánál, nálunk is lesznek sportműsorok, oktató, ismeretterjesztő anyagok, vetélkedőket, tehetségkutató versenyeket fogunk előszedni, a legnépszerűbb színházi előadásokat, videóklippeket, csak a könnyű zenei műsor kínálatunkban megszámlálhatatlan mennyiségű tartalom jelentkezik, ami hosszú évekre előre bebiztosítja ennek a tartalomnak a prémium kategóriás tartalmait. A magyar tartalmak mellett nagyon-nagyon minimális mennyiségben tervezzük azért visszahozni a régmúlt nagy sikereit, példát mondjak a Nők a pult mögött, vagy a Kórház a város szélén, azt gondolom, hogy el kell, hogy férjen ezen a csatornán. Én napi egyetlen egy sávban gondoltam maximálisan megengedni a külföldi tartalmat, mert hogy ez tényleg egy magyar tartalom kínáló csatorna lesz. És ami még egy érdekesség, az az éjszakai műsorunk. Éjszaka nem lesz szerkesztett műsorfolyam. Az egységes közmédiában most már az archívumhoz tartozik a volt MTI fotóarchívuma is, ahol 13 millió fotót őrzünk, ezeket folyamatosan digitalizáljuk, és ezeket a fotókat fogjuk a hozzájuk tartozó szöveges információval vetíteni az éjszaka folyamán. Én nagyon bízom benne, hogy a kábelszolgáltatók is megtalálják azt az értéket, amit mi közvetíteni szeretnénk, és azt a szórakoztatási lehetőséget, amire én teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy igény van ma Magyarországon, és remélem, hogy minél több háztartásba el tudjuk juttatni az M3 csatornát. Ehhez kapcsolódóan nagy szeretettel várjuk az összes műsor terjesztő jelentkezését. Nem tudok, hogy azért már elég régóta tárgyalunk, akikkel még nem tárgyaltunk, őket várjuk, és ha a csatornával kapcsolatosan bármi kérdés van, megtalálnak minket itt az MTVA standján, illetve az összes ismert elérhetőségünkön. Nagyon szépen.